nincsenek ilyen kulturális helyek fiatalok számára, és hogy nem biztonságos a város esténként. Fiatalokat érintő problémák és az őket leginkább foglalkoztató témák. Egy tavalyi kezdeményezés folytatásaként gyűltek össze március 24-én a Salgótarján ifjúsági irodában passzívnak kicsit sem mondható diákok, hogy közös gondolkodás keretében beszéljenek azokról a dolgokról, melyek megváltoztatásában, jobbá tételében szeretnének segítkezni. Felírtuk mi is a kulturális programok hiányát, de itt viszont nem csak a diákságra értettük ezt az egészet, hanem úgy összességében a város lakóira is. Tehát a kulturális programok azok általában a legidősebb korosztályra, tehát ez az 55-től felfelé értendőek, sajnos, és csak erre van igény és kereslet, vagyis igény lehet lenne másra is, csak hogy nem jelzi ezt senki. A kétnapos találkozó helyben vagy jelmondattal szerveződött. A helyben lévő fiatalok helyben lévő problémákkal foglalkoznak, és helyben lévő megoldásokat találnak ki. Erről szól ez a kétnapos workshop is. Azon gondolkoznak a fiatalok, hogy milyen olyan környező problémákat a városban fellelhető, vagy a közvetlen környezetükben fellelhető problémákat látnak, találnak, amelyekre megoldást szeretnének találni, és ebben a két napban azon gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani. Mi is a passzivitást írtuk föl, úgyhogy passzív hozzáállás a közösségi programokhoz, és ennek a megoldására azt találtuk ki, hogy mondjuk ilyen olvasó sarkot csinálni a suliba, vagy egyáltalán ilyen közösségi teret. Az ifjúság nagy részének passzivitása, a túlszabályozott iskolai rendszer, a helyi tömegközlekedés, közbiztonság, kulturális szórakozás. Többek között ezen témákat érintve kezdődött a közös gondolkodás. A problémák meghatározásán túl a lehetséges megoldásokat is kutatták a résztvevők, ebben helyi döntéshozók és szakemberek segítettek. Azt látjuk, hogy egy probléma megoldáshoz nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségű információval rendelkezzenek a fiatalok, hogy olyan információk legyenek náluk, amelyeken keresztül meglátják, hogy egy probléma mennyire komplex, mennyire összetett, és ennek a komplexitásnak megfelelően tudnak rá válaszolni. A kezdeményezéssel a most még kevésbé aktív ifjúságot is szerették volna megszólítani, rávilágítva arra, hogy helyi szinten is léteznek tenni akaró fiatalos közösségek. Azok a fiatalok, akik most itt vannak, ők nyilván nem passzívak. A többiek, akiket viszont el szeretnénk érni, és akiknek szeretném megmutatni azt, hogy vannak lehetőségeik, azoknak jó lenne felmutatni olyan lehetőségeket, olyan programokat, olyan kezdeményezéseket, amelyekbe ők is be tudnának csatlakozni, és amelyben ők is részt tudnának vállalni, ezzel csökkentve az ő passzivitásukat. A kétnapos ötletbörze zárásaként három megvalósítható terv is megfogalmazódott, melyek jobbá tehetik a fiatalság és a városlakók mindennapjait. Közösségi akciók keretében design busz megállók a Salgótarjánba, folyamatosan frissülő adatbázis a közösségi szolgálat helyi lehetőségeiről, valamint egy fiatalos alter kávéház. A jövőben ezek megvalósításán fognak dolgozni. Egy szeretlek Salgótarján feliratú pad, és azért készítettük, mert fontos számunkra Salgótarján. Az önkéntes akciók kapcsán egyébként van már tapasztalatuk. Tavaly többek között padfestést és gerilla kertészkedést valósítottak meg Salgótarjánban.